A szezon első mérkőzésén Győrben győzni tudott az NTK, így a nyíregyháziak abban bíztak, hogy hazai környezetben is begyűjtik a két pontot. Az utolsó három őszi meccset elveszítették fintáig, így mindenképpen szükségük lett volna egy sikerre. A mérkőzés azonban másképp alakult, a vendégek már az első sorban megalapozták későbbi győzelmüket, így a bennmaradás szempontjából fontos mérkőzésen maradt alul a nyíregyházi Teke Klub együttese. Rögtön az első sorba pekesen zártunk, ugyanis 20-20 fával kikaptunk az egyes meccseléseken, és 2-0 arányba vezetett az ellenfél. Azonban a középső sorban sikerült a Stéját Tominak nagy csatában pár fával megszerezni a csapatpontot, míg mellette a Hakker Dezsőnek, illetve a Szójka Mikinek nagyon nem úgy ment a játék, ahogy azt szerettük volna, és hozzáteszem, hogy a győri fiatal játékos élete legjobb eredményét, a 644 fát megdobva több mint 100 fát vert arra párra, és ez már meg is határozta a zárósornak a végkimenetelét. A Fehér Béla még természetesen megszerezte közel 600 fás eredményével a csapatpontot. Jó magamnak nem sikerült, kaptam egy 50 fát a Koller Danitól, és ott már abszolút csak az eredmény után futottunk, majdnem azt lehetett mondani, hogy már csak le kellett játszani a mérkőzést. A következő három fordulóban a három ügyi csapat, a Zalaegerszeg, a Szeged és a Répcelak ellen az esélytelenek nyugalmával játszhatnak majd a nyíregyháziak. Finta Zoltán abban bízik, hogy ezeken a meccseken visszatalálnak a bennmaradáshoz vezető útra. Természetesen nem örömmel teli a mostani hangulat, inkább még azt mondom, hogy még mindig az őszi szezon utolsó három mérkőzésén bánkódunk, és most ezt tetszésze ezt a győri vereségünk. Mindenképpen úgy gondolom, hogy a játékosoknak le kell ülnünk, meg kell beszélnünk, hogy hogyan tudjuk együtt elérni a fejlődést, és mindenképpen ez lehet a kiút. Biztos vagyok benne, hogy a fiúkkal ki tudjuk találni azt, hogy hogyan csináljuk. A játékos keretünk továbbra is azt mondom, hogy képes arra, hogy bravúrokat szárítson idegenbe is, idehaza meg a fontos mérkőzéseket mindenképpen megnyerje, úgyhogy közösen megtaláljuk a fejlődéshez vezető utat, és bízom benne, hogy az elvégzett edzésmunka is hamarosan beérik majd. A Superliga tabelláját a Zalaegerszeg vezeti 22 ponttal, megelőzve a szintén 22 pontos Szegedet. A nyíregyháziak 8 ponttal, amíg bennmaradás jelentő 8. helyen várják a folytatást.